Pál Károly vagyok, a Drónpilóták Országos Egyesületének az elnöke. És igaziból egy hálátlan és kevésbé hálátlan témát kaptam, milyen az ideális szabályozás, mit szeretnénk mi. A Drónpilóták Országos Egyesülete egyébként Magyarország legnagyobb egyesülete, legnagyobb tagdészszámú egyesülete a szakágban. Rendkívül sok megkeresést kapunk, rendkívül sok információ jut el hozzánk az átlag felhasználótól, a fejlesztőkön át, az ipari felhasználókig. Itt jegyezném meg, hogy igaziból az átlag felhasználó és az ipari felhasználó között nagyon vékony a határ. Ugyanis addig hobbi felhasználó valaki, amíg nem kap pénzt az adott repülésért, és onnantól kezdve, ahogy pénzt kap, vagy valamilyen ellenszolgáltatás miatt repül, onnantól kezdve ipari felhasználónak tekinthető. Viszont a helyzet az, hogy mindannyiuknak van egy közös problémája, ez pedig a jelenlegi szabályozási rendszer. Nagyon sokat rágtuk már ezt a témát, évek óta konferenciáknak témája ez. Ezen a konferencián is nagyon sokszor elhangzott az, hogy igen, most már akkor jön egy új szabályozás, és akkor megpróbálunk ennek megfelelni. Igen ám, de szignifikáns cégek és az állami szereplők azok, akik mindig hallatják a hangukat, miközben egy hatalmas nagy bázis az, aki drónokat használ Magyarországon. Igen, szóval ez a probléma az, ami mindenkit érint, miközben ebben az egész probléma körben van még egy szereplő, az állam, aki tudni szeretné, hogy az általa birtokolt és tulajdonolt légtérben ki, mikor, mit, hogyan, mivel csinál. Ez egy nagyon fontos igény. Tehát van gyakorlatilag négy olyan egymástól kevésbé vagy jobban elkülönülő szektor, akiknek közös metszéspontot kell találni. És ebben a közös metszéspontban a Drónpilóták Országos Egyesülete például egy nagyon jó monitor rendszerként működhet, hiszen hozzánk mind a három szektorból, sőt egyre inkább a negyedik szektorból, tehát az állami megkeresések számának növekedése miatt mondom ezt, egyre jobban rálátunk a valóban aktuális problémákra, amellett, amit mindenki tud, hogy sajnos a jelenlegi szabályozás teljesen élhetetlen, de hát itt az ideje, hogy hitelt adjunk az új szabályozásnak. Magyarország egyáltalán nincsen lemaradva. Az Európai Uniós direktívák mentén minden ország, ugye nemzetállami szinten megpróbálta szabályozni valamilyen módon a pilóta nélküli légi járművek reptetését. Példának az angol applikációt hoztam, hiszen az egyesületünk is, és nagyon sok szakember is az applikációban látja az egyik szent grált a probléma megoldására. Ezt az applikációt azért választottam, mert egyébként jó magam ipari drónpilótaként dolgozom külföldön, és jellemzően az angol rendszert használom. Talán ezt tudom a legautentikusabban bemutatni. Ez az NATS Drone Assist rendszer, ez egy applikáció, ami összekötetésben van a CAA állami szervével. Folyamatosan változtatják, bővítik, átírják az adatbázist. Az applikáció rendkívül egyszerű, beregisztrál a drónpilóta, amennyiben van szakirányú végzettsége, pilóta vizsgája, hiszen például Nagy-Britániában van, Németországban van, közli az adott ország és Anglia közötti jogi átjárhatóságot, tehát például egy spanyol drónpilóta vizsgát elfogad a brit CAA, miközben mondjuk egy német drónpilóta vizsgát nem. Erről tájékoztatja az applikáció a felhasználót. A felhasználó fel tudja tölteni a biztosítását igazoló anyagokat digitálisan, ezt le tudja ellenőrizni a CAA, tehát az applikáción keresztül folyamatosan kommunikál egymással a drónfelhasználó vagy ipari pilóta és a hatóság. Majd ezt követően meg tudja tervezni az applikáción keresztül a területet,
és a misszióhoz szükséges légteret le tudja foglalni. Ami Nagy-Britanniában jelen pillanatban gyakorlat, és ha jól tudom, nem is fogják változtatni, ez pedig egy kockázati elemzés készítése, amit a pilótának el kell végeznie minden repülése előtt a terület megnyitásakor. Ez azt jelenti, hogy felméri az applikáció által biztosított információk alapján azt a területet, megnézi, hogy milyen kritikus infrastruktúrák, börtönök, zárt légterek, vagy bármi egyéb iskolák, óvodák, kórházak vannak, ez alapján elkészíti a kockázati elemzését, és szintén feltölti az applikáción keresztül a hatósághoz. Miért jó ez? Egyrészt azért, mert jól lefoglalja a pilótát és rákészül a repülésre, másrészt viszont nyomon követhető és adott esetben felelősségre vonható az a pilóta, aki a saját maga által felállított kockázati elemzést megszegi. Beszéltünk itt a vizsgáról, ami szintén kardinális kérdés jelen pillanatban Magyarországon. Eddig is sok olyan cég volt, aki üzletet látott ebben, autentikusan vagy kevésbé autentikusan oktatta a drónpilótákat. Jellemzően ilyen egy-két napos képzésekről tudunk. Mivel nincs jelen pillanatban Magyarországon, és az ideális szabályozásba ezt is bele kell, hogy gondoljuk, mivel nincs Magyarországon egységes rendszer, ami alapján képezni lehet a pilótákat, ennek a felállítása is a szabályozás feladata kell, hogy legyen. Amivel nagyon keveset foglalkoznak, az Európai Unió több országában egyszerűen kifelejtették a jelenlegi, ismétlem a jelenlegi szabályozási rendszerből, az az, hogy különböző felhasználási területek különböző pilótakészségeket igényelnek. Nem összehasonlítható, nem mérhető egy üzemszerűen ipari pilótaként működő személy készsége és rutinja valakihez, aki mondjuk hobbi szinten fotóz, hetente kétszer, háromszor repül. Az, hogy a törvényalkotás és a jogalkotás jelen pillanatban erre odafigyele, nincsen információnk. Amiről viszont van információnk az az, hogy a DOE és az általa választott biztosítós társaság között folyamatos kommunikáció, és a biztosítós társaság igenis felmérte azt, hogy ezeknek a különböző felhasználási területeknek különböző kockázati besorolása van. Nekik különböző kockázatot jelent egy hobbi pilóta, és más kockázati tényezőként számolnak egy ipari pilótával. Igen, szükséges, hogy kialakítsunk közösen egy olyan képzési rendszert, ami fel tudja készíteni a jövő pilótáit és a jelen pilótáit is a jogszabályváltozásra, és a jogszabályváltozásának a változására is. Hiszen ezeknek a szabályozásoknak nem szabad annyira kőbevésetnek lennie, hogy ne tudják követni a technológiai fejlődést, hiszen az előző előadásban is elhangzott, hogy igen, egy rosszul megtervezett, egy túlságosan zárt szabályozási rendszer képes megakadályozni a fejlődést ebben. Hogyan tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy emeljük a pilóták magyarországi színvonalát? Az Egyesületünk a jövő évtől a tagsághoz köti egy online teszt kitöltését. Hangsúlyozom, a kitöltését nem az eredménytől függ a tagság megléte vagy nem megléte. Pusztán szeretnénk rálátást kapni, hogy átlagosan ez a közösség mennyire felkészült a pilóta nélküli légi járművek használatára a magyar légtérben, amely felmérési eredményeket nyilvánvalóan közölni is fogjuk, publikálni is fogjuk, és el fogjuk juttatni azokhoz a hatóságokhoz és cégekhez, akik szorosan érintettek a szabályozás létrehozásában. Tehát foglaljuk össze, tehát igaziból mi lenne a jó? Hiszen nekem ma ez a feladatom, hogy elmondjam, hogy mi mit képzelünk el egy jó szabályozási rendszernek.
rengeteg tapasztalatunk van a múltból. Ezeknek a tapasztalatoknak a felépítésével a jövő felé próbáljuk terelni a szabályozást, mert nem mára készül a szabályozás, hanem a holnap technológiájára. Ami ehhez szükséges, az az, hogy valódi párbeszéd legyen, valóban meghallgassák minden olyan érintett csoportot vagy felet, akiknek releváns információjuk van ennek a kialakításában. Fontos még, hogy ne billenjen el a mérleg a szabályozás kialakításában, ne legyen túlságosan szigorú, és ne legyen túlságosan liberális, hiszen persze egy hobbi felhasználó mit szeretne? Bármikor, bárhol tudjon repülni, tudjon fotózni, és igaziból ne is nagyon macerálják ilyen kitöltésekkel, kényelmetlen. Ez az egyik véglet, ami nyilvánvalóan nem tartható, míg a másik véglet, hiszen rengeteg olyan ország van a világon, ahol annyira leszigorították a szabályozást, hogy egyszerűen a drón technológia nem is húzó ágazat, nem is húzó iparág az ország életében. Szükségünk van egy applikációra, hiszen ez a legegyszerűbb formája. Miért ez? Volt ezelőtt papíralapú rendszerünk, azaz jelen pillanatban még ez a papíralapú rendszer egzisztál, amennyire egzisztál, hiszen nem működik. A nyári tapasztalatok alapján, amikor már a hatóság mondja azt ki, hogy a beadott eseti légtér igénylések veszélyeztetik a repülés biztonságát, akkor érdemes elgondolkodni rajta, hogy ez a rendszer már tényleg alkalmatlan ellátni azokat az igényeket, amik az évek során elkezdtek jelentkezni, és most egyre jobban dübörög, és csak hatványozódik. És minden szereplőt meg kell szólítani, hiszen ez garantálja azt, hogy maga a szabályozási rendszer mindenki számára megfelelő játékteret biztosít, ahol mindenki megtalálja a számítását, hiszen ezek a felhasználók nem ugyanazokkal az igényekkel lépnek be a magyar légtér használatába. A hobbi felhasználókról beszéltünk, az ipari felhasználóknak igenis érdeke az, hogy egy jól követhető szabályozási rendszerben ki lehessen alakítani a saját biztonsági policyjüket, ki lehessen alakítani azt az irányt, amiben nyomon követhető a felelősség, és nyomon követhető a munkavégzés, míg a fejlesztők, azok a cégek, akik fejlesztéssel foglalkoznak, nekik aztán meg végképp gumiszabályokra lenne szükségük. Ezek azok az alapvető kérdések meglátásunk szerint, amik szükségesek ahhoz, hogy egy élhető és jó szabályozási rendszert alakítsanak ki Magyarországon. Köszönöm szépen!